Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Szeged Városnapja alkalmából megrendezésre kerülő díszünnepségünkön. Hamarosan felhangzik a második fanfár a Tisza Quintet tolmácsolásában. Kérem önöket, hogy tiszteletük jeléül fogadják mindannyian állva Szeged zászlaja, dr. Botka László polgármester úr és felesége, dr. Lugosi Andrea asszony, valamint Szeged új díszpolgára Gál Béla érkezését. Majd ezt követően kérem, énekeljük el együtt a himnuszt a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Vezényel Gyüdi Sándor. Juhász Gyula számunkra, szegediek számára oly kedves versét Krausz Gergő, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze mondja el. A magyar alföld legszebb déli bábja te vagy. Szülötte városom, Szeged. De nem csalóka, nyári fényvarázsa, hanem valóság, bús puszták felett. Az égbe törnek tornyait kevélyen,
s a szőke magyar vízben rengenek a palotáid, s a magyar éjben virrasztó lángod nagy messze remeg. Dugonics András nézi, hogyan épül, magasba hogy tör házad, szellemed, hogy szebb lettél, mint voltál, nagy Szeged. Magyar emlékül és magyar reményül, állj boldogan és büszkén, ősi város. Símulj szerelmes szívvel a Tiszához. A következő percekben a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának produkcióját láthatják, koreográfus, a tánckar vezetője Hajdú Anita. Tisztelettel felkérem dr. Podkász úrat, Szeged megyei jóváros polgármesterét, tartsa meg ünnepi beszédét. Hölgyeim és uraim, kedves szegediek! A mai napon három fontos okunk is van ünnepelni. Május van, ez Szeged születésnapjának a hónapja. Ilyenkor ünnepeljük városunk visszanyert szabadságát. Idén, annak is immár, 305. évfordulóját.
elődeink éppen 3 évszázada és 5 esztendeje ezen a napon harcolták ki, hogy Szeged visszakaphassa legféltettebb kincsét, visszanyerhesse szabad városi rangját. Ennek alkalmából most is ünnepi pompába öltöztettük gyönyörű városunkat. A Széchenyi téren pedig megrendezzük az ország legnagyobb borfesztiválját, a Nagyárvíz után ültetett csodálatos platánfák árnyékában. A borfesztivál tartalmas és színvonalos programok sora kíséri, jobbnál jobb koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, és az egész belvárosi hidat elfoglaló vásárral ünnepeljük Szeged nehezen visszaszerzett szabadságát. És az idén ráadásul nem csak a szabadvárosi rang 305. évfordulóját ünnepeljük, hanem Szeged újjászületésének 145. évfordulóját is. 145 éve mosta el a Tisza a régi vályogvárost, hogy a helyén európai összefogással, Európa fővárosainak támogatásával megépülhessen a gyönyörű palotás Szeged. És a 3. jeles évforduló, hogy éppen 20 éve teljesült be Szent István 1000 éves álma, Magyarország és vele együtt Szeged is éppen 20 esztendeje csatlakozott az Európai Unióhoz. 20 éve vagyunk az európai közösség teljes jogú tagjai. Kedves szegediek, ezek az évfordulók azért különösen fontosak számunkra, mert városunk legfőbb értékeire emlékeztetnek bennünket. A szabadságra, amely nélkül nincsen sikeres, fejlődő város. A szolidaritásra, amely közösségünk alappillére, és amely évszázadok óta segít bennünket átvészelni a nehéz időszakokat. És az egyenlőségre, mert valljuk, hogy számunkra minden szegedi egyaránt fontos, politikai és világnézeti hovatartozástól függetlenül. Mert mi a tudásra, a tehetségre, a befektetett munkára építjük városunk jövőjét. Kedves szegediek, mi azt valljuk, hogy igazán ünnepelni csak azok tudnak, akik korábban megdolgoztak érte, akik kiérdemelték azt. Bátran és büszkén mondhatom, hogy mi szegediek az elmúlt években alaposan kitettünk magunkért, hogy ma önfeledten ünnepelhessünk. Különösen az elmúlt 5 évben szembesültünk óriási kihívásokkal. Szinte még túl se léptünk a koronavírus járványon, a szomszédunkban már is pusztító háború tört ki, mely energia és gazdasági válságot hozott magával. Ez utóbbinak terhét még most is nyögjük. De meggyőződésem, hogy mi, szegediek az elmúlt években, ahogy az elmúlt évszázadokban is, kiérdemeltük, hogy ma büszkén megünnepelhessük városunk napját. Mert megdolgoztunk érte. A koronavírus idején példátlan összefogásról tett tanúbizonyságot közösségünk, és Szeged díszpolgárának, a Nobel-díjas Karikó Katalinnak is köszönhetően sikerült megfékezni a pusztító járványt. De ugyanígy összefogásra sarkalt bennünket a szomszédban kitört háború és az azt kísérő megélhetési válság is. Az egész országban egyedülálló szociális hálónkat még jobban megerősítettük, felvettük a kesztyűt az Európában legmagasabb magyar inflációval szemben, 5 év alatt duplájára emeltük a gyermekek iskolakezdési támogatását és az idősek támogatását is. Közben pedig bevezettük a rokkant ellátásban részesülők éves támogatását is. Ezekben a válságos időkben mi nem csak beszélünk a gyermekek és családok védelméről, hanem nap mint nap teszünk is érte. Az újszülött gyermekek után járó támogatást is duplájára 50 000 forintra emeltük,
A 14 év alatti gyerekeknek ingyenessé tettük a helyi tömegközlekedést, a fiatal és a rászoruló családoknak pedig az elmúlt években több mint 900 városi tulajdonú lakást újítottunk fel, és adtunk bérbe kedvezményesen. Mi nem csak beszélünk a családok biztonságáról és védelméről, hanem teszünk is érte. Sorra felújítjuk, leszigeteljük és napelemmel látjuk el bölcsődeinket, óvodáinkat. Ugyanígy tettünk az idősek kulójaival és a Kálvária sugárúti idősek otthonával is. Felújítottuk a Senior Centert és hozzáfogunk az Acél utcai idősotthon teljes körű felújításához is. Városszerte felújítjuk és bővítjük parkjainkat, játszótereinket és tovább folytatjuk a munkát, hiszen tovább parkosítjuk a rakpartot, tanöstvényt alakítunk ki a Boszorkányszigeten, megtisztítjuk a Búvártavat és környékét, felújítjuk a Vámteret és a Honvédteret is. Hölgyeim és uraim, a háborúra és az energiaválságra adott rossz hazai válaszok az elhibázott bel- és külpolitika miatt hazánk gazdasági válságba süllyedt. Szeged fejlődése azonban a városunk összefogásának köszönhetően töretlen maradt. Az ELI lézeres kutatóközpont köré tervezett és épített tudományos parkunk egyre fejlődik, egyre bővül, és a válságok korában is stabil növekedést biztosít nekünk. Minket választott a világ vezető elektromos autógyártója, és 400 új munkahelyet teremt a német ipar egyik legjelentősebb szereplője, a Rheinmetall is. Szeged fenntartható fejlődése a modern tudásra, a korszerű technológiákra épül. Ez teszi lehetővé azt, hogy valódi védelmet nyújtsunk a szegedi családoknak a válságok alatt, és hogy az országban egyedülálló szociális hálónkat pedig tovább tudjuk erősíteni. A megélhetési és gazdasági válsággal szemben tehát fölvérteztük otthonunkat az elmúlt években. De legalább ilyen fontos küldetésünk, hogy a klímaváltozás káros hatásaira is fölkészítsük a napfényvárosát. Megépítettük Európa legnagyobb geotermikus fűtési rendszerét, melynek köszönhetően felére csökkent a távfűtésben elhasznált gáz mennyisége és a káros anyag kibocsátásunk is. Ahol csak lehet, napelemmel termeljük meg az energiát. Már eddig is nálunk volt a legnagyobb az elektromos járműveknek az aránya a tömegközlekedésben, de az a célunk, hogy 100%-ban zöldé tegyük városunk közösségi közlekedését. Ingyenes lakossági LED izzócsere programot hirdettünk. A kertvárosi részekben a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével összegyűjtjük a hirtelen lezúduló esőt, amellyel később öntözni is tudunk. Azon dolgozunk, hogy a jövő generációjának is egy élhető, biztonságos otthont hagyhassunk örökül. Hölgyeim és uraim, Szegeden az elmúlt 20 évben minden uniós centet a város fejlesztésére fordítottunk. Az EU csatlakozás után olyan fejlődésen ment keresztül otthonunk, amely a nagy árvíz utáni újjáépítéshez hasonlatos. Ezért tiszta lelkiismerettel, büszkén és önfeledten ünnepelhetjük ma Szeged napját és városunk kiválóságait, akik saját hivatásukban mindannyian legfőbb értékeinket képviselik és példát mutatnak nekünk. Elsőként is Szeged új díszpolgárát, Gál Bélát, a Radnóti Miklós Gimnázium legendás igazgatóját köszöntöm. Gál Béla nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak és mindannyiunknak igazi példakép. Szeged a tudás, a tehetség városa, ezért kiemelten fontos, hogy megbecsüljük tanárainkat, tiszteletbe tartsuk szakmai szabadságukat. Hiszen olyan a jövő, mint a ma pedagógusa. Gál Béla pedig fölbecsülhetetlenül értékes munkát végzett hosszú évtizedeken át azért, hogy a fiatal szegedi diákokból tehetséges, sikeres és értékes felnőtt válhasson. Köszönet, köszönet érte.
ifjabb Duda Ernő nevéhez a legsikeresebb biotechnológiai vállalkozás fűződik. Duda Ernő igazi polihisztor, akinek az életútja azt bizonyítja, hogy innovációval, tudással, tehetséggel és szorgalommal Szegedről is a világ tetejére érhet az ember. Szeged a biológia és orvostudomány egyik fontos hazai és nemzetközi központja. Duda Ernő pedig egyedülállóan sikeresen ülteti át a tudományos eredményeket a gazdasági életbe, hogy aztán az így elért sikereket újra a tudományba, az oktatásba forgassa vissza. Köszönet, köszönet érte. Jójárt Ferenc a szegedi és a hazai gyógyszeripar egyik legsikeresebb vállalkozását hozta létre Szentgyörgyi Albert városában. Szegeden megszerzett tudását Szegeden, Szegedért kamatoztatja. A hazai tudományos eredményeket felhasználva számos új gyógyszerrel segíti a betegek gyógyulását, tüneteik enyhítését. Köszönjük, hogy a szegedi sport életet is támogatja, és a Szentgyörgyi Albertről elnevezett díjjal városunk Nobel-díjas tudósának örökségét továbbápolja. Köszönet, köszönet érte. Ekkéri Pataki András a világhírű szegedi kortárs balett alapítója, igazgatója. A sokszínű, szabad és gazdag szegedi kultúra nagykövete. Táncosként, kísérletező művészként és vezetőként is páratlanul sikeres pálya áll mögötte. Hálásak vagyunk neki és társulatának, hogy a világ neves táncvárosai között Szegedet is számon tartják. Köszönet, köszönet érte. Sütő Máté szemén és fotóin keresztül Szeged szépsége még több emberhez juthat el. Senki nem tud nála szebb fotókat készíteni a szegedi felhőkről. Képei olyan elevenek, plasztikusak, hogy szinte megmozdulnak. Hálásak vagyunk neki, hogy megörökíti a megismételhetetlent. Viharos sikereket, ragyogó fellegeket kívánok neki a jövőben is. Köszönet, köszönet érte. 20 Imre alig, ha nem a szegedi tömegközlekedés legtapasztaltabb, legtöbbet látott sofőrje. Akinek szenvedélye a városi közlekedés, küldetése a szegedi utasok kényelmes és biztonságos utazása. Az ő hivatástudata, a közösségért érzett felelőssége példaértékű mindannyiunknak. Nélküle és a szegedi közszolgáltatásokban dolgozó kollégái nélkül nem működne városunk. Köszönet, köszönet érte. Tisztelt szegediek, kedves ünneplők, Szeged fölkészült a jövő kihívásaira. Közösségünk kiválóságai példát mutatnak nekünk arról, hogyan érdemes legfőbb értékeinket képviselni. Köszönjük nekik, hogy tudásukkal, tehetségükkel, munkájukkal és hivatásukkal városunkat gazdagítják. Kedves szegediek, ünnepeljük együtt a gyönyörű, szolidáris európai Szegedet, amely 305 éve nyerte vissza szabadságát, szabad királyi városi rangját. Szeressük, építsük tovább Szegedet, és védjük meg közös értékeinket. Boldog születésnapot, büszke, szép, szabad Szeged! Megköszönöm polgármester úr ünnepi gondolatait, egyben felkérem őt a Szeged Városnapjához kapcsolódó városi kitüntetések átadására.
Szeged megyejogóváros közgyűlése 3/2024-es közgyűlési határozata értelmében díszpolgári címet adományozott Gál Bélának, a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium nyugalmazott igazgatójának. Engedjék meg, hogy a méltatást felolvassam. Hiszem, hogy Szeged város díszpolgári címe rajtam keresztül elsősorban a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium közösségének, egyúttal Szeged város pedagógusainak elismerését jelenti. Vajja Gál Béla, aki pályafutása 40 éve alatt szinte végig a Radnóti gimnáziumban tanított biológiát és kémiát. 1995 és 2000 között, valamint 2005-től 2019-es nyugdíjba vonulásáig igazgatta is a város legsikeresebb középiskoláját. Neve egybefort a Radnóti gimnáziummal. Kidolgozója és alapítója volt az országosan egyedülálló biológia és biofizika tagozatnak. Egy évtizedig a szegedi középiskolák igazgatói munkaközösségének tevékenységét is összehangolta. Az Arany János tehetséggondozó országos program indulásától kezdve annak tanácsadó testületében dolgozott. Szakvezetőként sok pedagógus jelölt hallgató indulását segítette, és több mint 10 évig az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyszervező Bizottság tagja volt. Eközben 11 biológia tárgyú tankönyve és segédkönyve jelent meg. Pedagógiai munkáját 2017-ben Rácz tanár úr életműdíjjal ismerték el, 2019-ben megkapta Szeged város Pro Urbe díját. Gál Béla jelenleg az SZTE Junior Akadémiáján tanít. Nagy tisztelettel gratulálunk! És most hangozzék el a pedagógusi hivatás szépségeiről és nehézségeiről szóló vers Krausz Gergő színművész előadásában. Füle Lajos, pedagógus. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eleltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni. Hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt. Nagy szavakkal egymást dobálni. De ő, kinek minden szavával meg annyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár. S bártán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk. Szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni? S fogunk-e hát neked magunkban? Lélek szobrásza, pedagógus. A következő percekben Benedekfi István és Benedekfi Zoltán Lángok című műve csendül fel. A darab egy amerikai-vietnámi film zenéjének részlete. A Vietnámban Aranysárkány díjat nyert film, a 19. Fukuokai Filmfesztivál közönségdíjasa lett, és indult az Oscar díját adó versenyen a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. A darab Nagy Csillag Róza, az SZTE Vántus István gyakorló zeneművészeti szakgimnázium 11. osztályos tanulója hegedű előadásában hangzik fel, tanára Benedekfi Zoltán. Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Vezényel Gyüdi Sándor.
utasok a díjátadások sorát. Szeged megye jogováros közgyűlése határozata értelmében a városért végzett tevékenysége elismeréseként Pro Urbe díjban részesül dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító tulajdonosa. Mindenki akkora értéket tud teremteni, amekkorát el tud képzelni. Viszont ahhoz, hogy az elképzelések megvalósulhassanak, folyamatosan fejlődni és fejleszteni kell. Vallja dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma részvénytársaság alapító tulajdonosa, elnök vezérigazgatója. A Ságvári Gimnázium angol tagozatán érettségizett, és a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1988-ban. 1993-ban fülorgégész szakvizsgát tett, majd 2 évig üzleti tanulmányokat folytatott. 1997-ben alapította a Goodwill Pharma RT-t, amely mára már tőzsdén jegyzett cég. A vállalat nevében hitvallása szerint a Goodwill szó a jó akaratot, a jó egészséget és az értéket is képviseli. Céljuk a mindenki számára elérhető, kiváló minőségű termékek terjesztése és fejlesztése. A Goodwill Pharma Magyarország 10 legnagyobb gyógyszeripari cégének egyike, a Szentgyörgyi Albert termékcsalád megalkotója. Jójárt Ferenc 2008 óta tagja a Szentgyörgyi Albert Rotary Klubnak. 2016 óta cégük a Szegedi Jégkorong csapat névadó szponzora. Jójárt Ferenc 2020-ban megkapta a Szegedért emlékérmet. Feleségével, Kardos Máriával létrehozták a Goodwill Pharma, az egészségért közhasznú alapítványt. A Szentgyörgyi Albert orvosi díj fő támogatói. 2 lányuk van, Eszter jogászként, Rebeka orvosként végzett. Mindketten a Goodwill Pharmában dolgoznak. Tisztelettel gratulálunk! Szintén Pro Urbe díj elismerésben részesül ifjú Duda Ernő, a Szolvó Biotechnológiai ZRT alapítója, vezérigazgatója. Ifjú Duda Ernő a hazai innovációs és startup világ kiemelkedő alakja. Budapesten született, de 6 éves kora óta Szegeden él. A Radnótiban érettségizett, vegyészetet és menedzsmentet tanult. Nagyon hamar vállalkozni kezdett, egyebek közt a Kopi General hálózat és az ország legnagyobb online antikváriumának társ alapítójaként jegyzik. A világhírt a Szolvó Biotechnológiai ZRT alapítása hozta meg számára. Az 1999-ben gyógyszerkölcsönhatások vizsgálatára létrehozott 3 fős startupból világpiaci vezető céget épített, amely megkapta az év vállalata díjat, és már 2005-ben elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat. Ifjú Duda Ernőt 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével, 2012-ben pedig Gábor Dénes díjjal tüntették ki. 2015-ben létrehozta a MediPredict nevű céget, amely az egészségi állapot teljes felmérésével, a várhatóan kialakuló betegségek feltérképezésével és személyre szabott prevencióval foglalkozik. Ifjú Duda Ernő a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, európai és tengeren túli konferenciák gyakori előadója. A Szikra iskola alapításával célul tűzte ki, hogy világszínvonalú oktatást valósítson meg Szegeden. Édesapja 2022-ben Pro Urbe díjjal kitüntetett Duda Ernő, molekuláris biológus, édesanyja Borsodi Anna, neurokémikus, felesége orvos, 6 gyermekük van. Nagy tisztelettel gratulálunk!
Kéne ismerni az Ó Sole Mio kezdetű nápolyi dalt. Ezzel a csodálatos dallammal szeretnénk egy kis mediterrán hangulatot idevarázsolni, no és előzni az esőfelhőket. A dalt előadja a Kónya Krisztina operaénekes és a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Szeged megyei jogúváros közgyűlése határozata értelmében Szegedért emlékérem elismerésben részesül Ecséri Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója. Egyetemistát igazított útba a balatonfüredi tánctáborba. Végül maga is ott ragadt. Véletlenek sora vezette Ecséri Pataki András útját, először a néptánc, a modern balett, majd a kortárs táncművészet világába. Felvették az Állami Balettintézet néptánc tagozatára, amelynek befejezése után Novák Ferenc Tata a Honvéd Együtteshez szerződtette. A társulat 3 évig dolgozott együtt a Győri Balettel, ami meghatározta Pataki András útját, aki 1980
1986-ban Markó Iván csapatához igazolt. 1987-ben eljött városunkba, hogy megnézze az akkori Imre Zoltán vezette Szegedi Balett első bemutatóját. Fél évvel később pedig csatlakozott a társulathoz. 1993 óta Juronics Tamás művészeti vezetővel együtt igazgatóként irányítja a Szegedi Kortárs Balett munkáját. Évente 2 bemutatójuk és 90-100 előadásuk van, ebből 30-40 Szegeden. Az elmúlt 3 évtizedben több mint 30 országban léptek fel, legnépszerűbb táncjátékuk a Carmina Burana már 4 kontinensen aratott zajos sikert. Ecséri Pataki András munkájának elismeréseként számos más kitüntetés mellett megkapta a Harangozó Gyula díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét. Gratulálunk! A közgyűlés határozata értelmében Szegedért emlékéremben részesül Sütő Máté fotós. Tizenkét éves korában hobbiból, mobiltelefonnal kezdett fotózni Sütő Máté, aki ma már egy meteorológiai oldal hivatásos viharvadászaként dolgozik. Tanyán nőtt fel, szüleinek köszönhetően tanult meg a természettel összhangban élni. Családjával sokat utazott, és a látottakat meg akarta osztani másokkal, ezért kezdett fényképezni. Autodidakta módon sajátította el tudását, nevét pedig akkor ismerte meg Szeged, amikor 2021-ben Sugarak című képével megnyerte az Én zöld városom című fotópályázatot. Legkedvesebb témája az időjárási jelenségek, amikor mindenki más menekül, ő a vihar kellős közepébe rohan kamerájával. A tájképeket is nagyon szereti. Szegeden az Erzsébet-liget és a Belvárosi híd környéke a kedvence. 3 éve második lett az év diákfotósa országos versenyen, tavaly pedig megnyerte a Szegedi Tudományegyetem fotópályázatát. Az STE vegyész szakán végzett fiatal fotós most mesterképzésre jár, és első nemzetközi publikációjára készül. Tanulmányaiban és munkájában felesége Sós Szerena támogatja. Gratulálunk! A közgyűlés határozata értelmében Szegedért emlékérem kitüntetésben részesül Huszta Imre nyugalmazott garázsmester, trolibusz vezető. ...1962-ben Szegeden született, és itt is tanult Huszta Imre, aki lassan 4 évtizede a szegedi közösségi közlekedésben dolgozik. Bár eredeti szakmája heggesztő, ez csupán 6 évig gyakorolta. 1985-ben jelentkezett trolibusz vezetői tanfolyamra, és a sikeres vizsga után az akkori Szegedi Közlekedési Vállalat sofőrje lett. Ahogy teltek az évek, mindig újabb és újabb járművek érkeztek Szegedre. Huszta Imre összesen 13 különböző típusra vizsgázott. Mint mondja, a helyi közlekedés az összes szépségével és nehézségével együtt erőt adott neki a hajnali munkakezdéshez, vagy az éjszakába nyúló vezetéshez. 2008-ban aztán garázsmesternek kérte fel a közlekedési társaság. Tavaly évvégi nyugdíjazásáig koordinálta a trolibuszok ki- és bevonulását, mozgatását. Sofőrként a mai napig dolgozik, a minap ő vezette a Szegedi Trolli Közlekedés 45. születésnapja alkalmából indított nosztalgia járatot is. Gratulálunk! És most hangozzék el a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában Erkel Ferenc Bánkbán című operájából a Csárdás. Vezényel Gyüdi Sándor.
Ünnepi közgyűlésünk végén mindenki tüntetetnek szívből gratulálok, további jó egészséget és sikeres, eredményes alkotó munkát kívánok. Ünnepségünk befejezéseként kérem, énekeljük el együtt a Szózatot a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével.